Micsoda doboz? Annyi infom van eddig egyébként erről a cokmokról, hogy hát megjött, és hogy majdnem 2 kiló. Egyébként, és bármit rejtett. Hogyan? Hát erre nekem nem szólt senki. Oda nézzél. Még a hungarocellben is benne van, hogy Frontiers of Pandora. Betolsz. Oké. Okay. Első körben van egy RD és jegyzetfüzet. Amiben vannak illusztrációk. Nem mindenhol, csak az elején. Néhány helyen, aha. Olyan, mint egy ilyen field guide. Gyakorlatilag. Ugye az RDA az emberek, akiket kutakodnak. Fémdoboz. Azt nézd meg. Aha, itt meg hátul egy ilyen Mac. Van, akinek ez olyan. Jól néz ki, nem jön? Tetszik meg? Baszos. Micsoda? Menj már, és ez egy artbook. Western Frontier Wildlife Factions. Ugye itt kezdődik a játék a Western Frontieren. Hát hallod, ez azért nem semmi. Benne van az összes állat, lény, névvel, mindennel, a konceptrajzokkal, benne vannak a fajok. Arra vagyok kíváncsi, hogy a végén, ugye a konkrétan igen, itt vannak nevik is. Egyébként ez itt az ellenállás. Ez nagyon-nagyon-nagyon durva ez az artbook. És iszonyatos quality. Mert mondom, ilyen nagy formátumokban azért ilyen vastag, ez ritka. Mondom, sajtóanyagban láttam már ilyet, de egy collectorsban. Nagyon menő. Certificate number, Jani. 4858. Golden. Ez a papír az, hogy ez originál. Ez pedig egy Spec Ops mappa, kérlek szépen, ami tartalmaz egy kék lapot. A kék lapban pedig belül van egy kék lap. És hogyha még jobban széthajtod, akkor a két kék lapon belül van egy, hát plakátnak is használható cokmok, ami az EMP Pyro-nak a, hát ilyen rajza, ami az a Mac, amit utálok, mint a start, mert ez a lángszórós verzió. Ez itt egy... összeállítási útmutató. És mi van még itt? Nos. Van egy ilyen. Ez egy farok. Csak meg akartam mutatni. Szerintem a bázist fogjuk kibontani először. Ami egy ilyen Mac-nek gyakorlatilag az utas fülkéje, és a bal karjának egy része. Ebben a kis csomagban van egy kar, kibaszott detailed, meg nagyon-nagyon jól néz ki. Aha! Ez egy mágneses cokmok. Itt elszakadtak a kábelek, meg a hidraulika. Ugye itt, ez a szikla, ami itt van, ez mágnesezett. Itt elől van egy repedés rajta. Abban a repedésbe kell behelyezzük a hosszú vesszőt. És a rövid vesszőt pedig tőle jobbra az oldalsó üvegbe így. Mert hogy egy irányba jött a Jackson. Most jön a hős Navi. Kibaszott jól néz ki. Hátán még van egy képfegyver is, és itt látjátok a haja is ilyen iszonyat durván meg van csinálva. Ő így rugaszkodik el erről a Mac-ről, és végzi a további tisztogatást. És ezen kívül ez a fark inca így ide becsatlakozott. Ezt azért szokták külön tenni, hogy ne törjön el. És ugye az így. És akkor ő így ugrik. Ugrik és lő. Hát ez nagyon tetszik, Jani. Na, vi är ordet där.
Tetszik ez a Collector's Edition. Amúgy tök jó lett. Szokott benne egy csomó minden lenni, tudod, ami ilyen, nem tudom, de ezek így tetszenek. Szerintem ez így teljesen ott van, és kifejezetten gyönyörű szép a filmdobozos edition. Mert ugye nagyon-nagyon színes. Srácok, a játékkal játszunk a Twitch csatornán, és a The VR Gaming Plus-on is. Tudjátok nézni a gameplayt is belőle. Ezt a Collector's Edition pedig köszönjük annak, aki küldte. De gondolom a Ubisoft, igaz? Persze. Zsír! Na, köszönjük szépen nekik, hogy küldték ezt a Collector's Edition-t nekünk, és azt meg pláne köszönjük, hogy kitaláltuk ezt a Shortcut csatornát, hogy meg tudjuk mutatni.